2011-es találkozóról készített egész estés mozi sokak tetszését elnyerte. A történetet mindenki ismeri, vagy ha mégsem, akkor tessék megnézni. A találkozó megálmodója, ifjabb Kánya Zoltán rászánta magát és harmadszor is belevágott a találkozó szervezésébe. A SOFIM, aki még nem tudná, szovjet filmes műhely csapata is teljes harci díszben, újabb ötletekkel felvértezve kezdett bele a harmadik szovjet jármű túra találkozó megfilmesítésébe. Forogjon hát a film tovább. Мининформсвязи Советского Союза. Bemutatjuk a harmadik szovjet jármű túra találkozót. Írták, szervezték és rendezték, akik ki vannak írva. Hagyó módon idén 4 naposra lett tervezve a találkozó, hogy egyesek hamarabb ki tudjanak fáradni, úgyhogy már 2012. augusztus 2-ától lehetett érkezni. A 0. nap az előkészület jegyében telt. Megtörtént a parancsnoki állás kiépítése és a már jól ismert volt úttörő kemping feldíszítése. Kánya elvtárs különös figyelmet fordított a dekorációs elemekre, melynek hatására szinte már-már megidéződött az úttörő korszak. Az idei év egyik meglepetése volt a tábor területén újra életre keltett hangrendszer, melyet a parancsnoki állásból lehetett vezérelni. A nap nagy részében szovjet muzsikák csendültek fel, de olykor a főszervező elvtárs is ezen a csatornán közölte a legfontosabb információkat. A jól ismert szovjet mesehősöket, a Farkast és a Nyuszikát nem lehetett megtalálni, de szamarakat és kecskéket annál inkább. Elcsíptünk egy pár beszédet is. Már megint egy dögunalmas nap, azt hiszem inkább eszem egy kenyeret. Te kecske, kaptam egy fülest, hogy szovjet járművek fognak hamarosan érkezni. Amióta a Lada a gazdád, mindent te tudsz meg először. Hát persze, hisz én vagyok a Lada szamara. Na, itt is van az első, dobok is egy hátast. Így esett, hogy a szamár is hanyat dobta magát az első érkezők között begördülő Moszkvics 401-es láttán. A következő résztvevő a magyar Zaporozsesz klub tagjainak konvoja volt, soraikban egy német rendszámos zapival. Nem tévedés, a klub meghívására bizony Németországból is érkezett egy márkatárs. Rögtön meg is kérdeztük egy villáminterjú keretében őket. Servus euch auch, mein Name ist Alexander. Sziasztok, Alexander vagyok. Németországból a Zahen tartományban található Radebergből. Mi, azaz a barátnőm és én múlt csütörtökön indultunk. Csehországon és Ausztrián keresztül jöttünk Brünóban megállva. Ezért tartott néhány napig a 700 kilométeres út. A Zaporozsecek baráti körében vagyok, Péter Losinski az elnökünk, és van magyar tagunk is, Attila. Von dem Treffen habe ich erfahren über das Internet. Van egy internetes fórumunk, ott hallottam a találkozóról, ami véletlenül egybeesett a nyaralással. Barátnőm is vezetett, egy zapiban, muszáj felváltva.
401-es Moszkva tulaja egy padon üldögélve pihente ki az útfáradalmait. Vele is beszélgetésbe legyettünk. Honnan érkeztek és milyen autóval? Jó napot kívánok, Budapestről kezdtem, a három kerületből. Egy 401-es Moszkvicsa. Ezt az autót én vettem, egy kertből vettem darabokba, akkor még azt hittem, hogy Opel, Kadett, és mikor mentem érte két hét múlva, és fölraktam a trailerre, akkor láttam, hogy Moszkvics, de akkor azt mondtam, most már mindegy, megvettem, meg fogom csinálni. Három évig csináltam, mikor volt időm, mert önálló vagyok, és van elég nagy műhelyem van, és akkor, mikor már kész volt, akkor nagybátyámhoz letettem a pincébe, mert szóval nem szeretem azt, hogyha olyanok kritizálják, akik nem értenek hozzá. És akkor nagy vitatkozásokra elvittem levizsgáztatni. És akkor ott elég sok problémák voltak, de aztán végül én is higgadt voltam, és akkor elmagyaráztam nekik, mert nem is tudták, hogy mit néznek, és akkor elmagyaráztam nekik, hogy ez milyen autó. És akkor így utána aztán találkozókra eljártam vele, több találkozókra, és én mindig lábon megyek vele, engem még ez soha nem hagyott sehol. És nehéz feladat volt ezt a viszonylag ritka típust ilyen szép állapotra hozni? Hát voltak hiányos, egy ajtó, de volt egy ismerősöm, akinek volt egy ilyen autója, egy ilyen régi barátom volt, és fölkerestem, és kaptam tőle egy bal hátsó ajtót. És utána aztán kezdtem gyűjtögetni hozzá, úgyhogy most már alkatrészben van, mit tudom, 3-6 darabokban. És erről a találkozóról honnan hallott? Engem értesítettek, hogy ez a találkozó itt Szolnokon van, és ide meghívtak, és én elfogadtam a meghívást. És először van itt, vagy ez már többedik alkalom? Második alkalom, mert tavaly nem voltam, mert beteg voltam, és nem tudtam eljönni. Időközben az érkezők regisztrációját is el kellett indítani, melyet természetesen a főszervező személyesen bonyolított. Aztán a Sofim stábja letekerte a fényerőt és hirtelen este lett. Egy kisebb társaság birtokba vette a sütögető helyet és két borona tárcsában készültek a diétásnak egyáltalán nem mondható ételkülönlegességek. Az alakformáló szalonna is olajban sült, biztos, ami biztos. A német vendégek is a tűz mellé kuporodtak, és késő estében nyúló eszemiszom társalgás alakult ki. August 3-án reggel 8-kor a nap már kandikált a fák közül, és a reggeli állatsimogató is megnyílt. A szamarak mélabúsan vették tudomásul, hogy egy újabb szokásos nap kezdődik, nem úgy a szovjet járművesek. Az ébredező elvtársakat és elvtársnőket a program szerint szovjet asztalos reggeli várta. Speciális zsíros kenyerek készítése indult meg nagy erőkkel. Paprika, paradicsom, jóízű falatozás, jókedv, volt minden, mint a búcsúban. Придорожная трава, на злобу неответная, на доброту приветная, перед людьми и совестью права, перед людьми и совестью права. Reggeli után lehetett fotózkodni a területen parkoló járművekkel. A 401-es Moszkva ismét nagy sikert aratott. Aztán az éppen a helyszínen üdülő kispajtások előzönlötték a területet, de a szebbnél szebb szovjet járművek helyett őket sokkal jobban érdekelték a kamerák. Вот уже подряд 2 дня я сижу рисую. Красок много у меня, выбирай любую. A nagy gyerekzsivajra kezdett felélénkülni a szovjet járműves társaság is. Itt egy fekete Volga vonult, ott pedig a rigások mertek nagyot álmodni egy oldalkocsis urávolányjánál.
Közeledett azonban az ebédidő, úgyhogy megkezdődtek az előkészületek. Első körben fát kellett aprítani a vizes kondér melegítéséhez. Az orosz szakásnő el is árulta, mihez is kellett az a rengeteg víz, és az a valami hogyan is készült. Hát, mi здесь немножко шаманим. Ma szibériai módra főzünk. Hagyományos orosz ebédet készítünk. Az ételt pelmeninek hívják. Rengeteg történet kering ennek az ételnek az eredetéről. A leginkább igazolható verzió szerint a tatár-mongol hódítás hozta el hozzánk ezt az ételt, ami rendkívül népszerűvé vált Szibériában. Ennek oka a nagy hideg, hiszen ehhez az ételhez fagyra van szükség. Nagyon egyszerű étel, az egyedülállók ételének is nevezik. Minden férfi hűtőszekrényében megtalálható ez az étel, ha éppen nem akar vadászni. Most elmondom, milyen egyszerű is ez a recept. Mindenekelőtt szükségünk lesz a két kezünkre. Jöjjenek, megmutatom, hogy is néz ki. Íme a tészta, amiben húst töltöttek. A tészta receptje igen egyszerű. Vízre van szükségünk, tojásra, sóra és lisztre. Meggyúrjuk a tésztát, és nagyon vékonyra nyújtjuk. Majd előkészítjük a pelmeni formájára. És persze mindenféle fűszerrel ízesített, húsból készített fasírtra is szükségünk lesz. Nagyon érdekes, hogy az összes pelmeni darabot a saját kezünkkel készítjük. Ez nem gyárban készült. Ezután vizet forralunk, azt megsózzuk, a vízbe lisztet szórunk. A víznek erősen fornia kell, mielőtt beledobjuk a pelmenyiket. A tészta a víz felszínére emelkedik. Nézzem bele, kérem, az üstbe. Ezek után 5-7 percet kell várnunk, és elkészül az étel. Kikészítjük a tányérokat, zöldséggel, vajjal, paprikával feldíszítjük őket. Remélem, hogy hamar elfogy, mert nagyon finom. Azt is el szeretném mondani, hogy a pelmenyit nem csak hússal készítik, nagyon sok változata létezik, gyümölcsből, túróból, csirkehúsból. De ma önöknek a klasszikus szibériai pelmenyit kínáljuk. Jó étvágyat! Jó étvágyat! Az éhes elvtársak, elvtársnők hosszú sorokba rendeződtek, kezükbe szorongatva az ebédjegyeket. Ugyanis szovjet mintára az étkeztetés jegyrendszerben történt. A hosszú várakozási időt mindenki elütötte valahogy. Többek között Vellai elvtárstól megtudhattuk azt is, hogy a babázáshoz bab meg víz kell. Aztán Dombi elvtárs, hogyan állítsunk alapjáratot című bemutatójának is részesei lehettünk. A legleleményesebb elvtársak azonban már javában falatoztak. Глядик идет обычная девчоночка фабричная среди подруг скромна не по годам. А подойди-ка с ласкою, да загляни-ка в глазки ей, откроешь клад, какого не видал. A rendéber őrei saját készlettel vágtak neki a menzai étkeztetésnek, de azért megmutatták, hogy nem érdemes velük újat húzni, még Kánya elvtársnak sem. Falatozás közben gördültek be a GAZ-69-es ikrek. A homokszínű felvezető példányt egy tréleren cipelt honvédségi zöld egyet követte. A rendszámtábla keret tanúsága szerint egyenesen Uljanovszkból érkezett a jármű. Ebéd után elérkeztünk a nap fénypontjának számító speciális filmforgatáshoz. Ez annyira speciálisra sikerült, hogy még a Sofim stábja sem tudta, mit is kell pontosan forgatni. De a találkozó résztvevőinek bevonásával megszületett a forgatókönyv és a cím. Boris és Doris. A történet szerint a mindenre elszánt két bandita elrabolja a gazdag szőkecsajt váltságdíj fejében, de rájuk talál a rendőrség, majd autós üldözés meg lövöldözés kerekedik.
A teljes történetet egy külön film keretében tekintheti meg a nagy érdemű. A forgatás helyszíne a szolnoki logisztikai szolgáltató központ volt. Egész szép számban volt érdeklődő, egy kisebb konvoj verődött össze, hogy valamilyen módon részt vegyenek a programon. Összességében kijelenthető, hogy a filmforgatáson mind a résztvevők, mind a bámészkodók jól érezték magukat, a Sofim is művészkedhetett. Egy szóval remek ötletnek bizonyult a programpont. Jövőre is lesz, csak kicsit más formában. Visszatérve a táborba ismét beköszöntött a sötétség. Ekkor jött az esti csendet megtörve Kánya Zoli az ordibátorral és ismertette a szombati nap részletes programját. A hallgató közönség pedig kellő komolysággal vette tudomásul a szigorú szabályokat. August 4. szombat. A legkorábban kelő résztvevők már korán reggel égyomóra tanúi lehettek Magyarország legtöbbet törölgetett zsiguliának rituális üzembe helyezésének. Sok idő azonban nem volt bámészkodni, mert 8 órára volt betervezve a szovjet járművekből álló század megindulása Berekfürdő irányába. Hirtelen akkora élet kerekedett a kempingben, hogy alig lehetett közlekedni a kifelé vezető úton. A nagy téblábolásban Kánya Zoli mutatott utat. Szálljatok be a gépjárművekbe és menjetek ki a rendőrségi jármű után. Köszönöm! Megtörténtek az utolsó simítások a járműveken. Ki egy elhagyott dísztárcsát pótolt, ki a motortérben görnyedt, de a legtöbben rajtra készen várták az indulást. Végül mindenki összeállt és a főtitkár elvtársat szállító parancsnoki Uazzal az élen megkezdődött a Kun-Berek hadművelet. Tavainál jóval több résztvevőt számláló konvoj különösebb fennakadás nélkül vonult a kijelölt útvonalon. Menet közben természetesen nagy feltűnést keltve mind a közlekedés többi résztvevői, mind a lakosság körében.
Versenyző kedvű jelöltekben persze nem volt hiány. Itt épp egy vörös zsigul is rosszarcú támadja agresszívan a menetosztop élén haladó UASZ-t, majd meg is előzi. Beregfürdőre való megérkezés és leparkolás zökkenőmentesen történt, köszönhetően a tágos parkolónak és a szakszerű vezénylésnek. Következett a szovjet repülőtér titkai nevet viselő kiállítás és tárlatvezetője Varga György. Én próbálom ezt a kiállítást bemutatni önöknek. Illetve beszélni arról, hogy mi hozta létre ezt, tulajdonképpen ezt a kiállítást, ami azon apropóból született meg, hogy a szovjet légierőt 1991-ben kivonták Magyarország területéről, viszont az emlékek, amiket itt hagytak, azért itt maradtak. Na most a kiállítás úgy született meg, hogy anyaggyűjtés kezdődött az ő itt létükkel kapcsolatosan. Miután elmentek, azért ezek a bázisok valamennyire kutathatóak lettek, be lehetett menni egy hosszú egyeztetések után, és ezt az anyagot próbáltuk mi összegyűjteni, illetve rendszerezni. Mivel Magyarország területén is volt nem kevés bázis, ezeknek a bázisoknak is volt nem kevés polgári, illetve katonai személy, akit élt, dolgozott, mozgott, és ezekből kialakult ez a kapcsolatokat, fölvettük, ők minket ebben támogattak, úgyhogy nagyon örültünk neki, hogy valamilyen kontaktusba tudtunk velük kerülni, miután ez a kivonulás megtörtént. A kiállítás szervezése valahol itt kezdődött el Kunmadaras környékén, mert Károly innen nem messze, Nagy Ivánon, illetve Kunmadarason töltötte a gyerekkorát, és ebből kifolyólag nagyon hamar tudott nagyon jelentős mennyiségű anyagot összegyűjteni. A kiállításon belül lehet majd látni térképeken, mindenféle képeken, dokumentumokon azokat az eszközöket, anyagokat, illetve repülőtereket, amik itt valaha valamilyen formában megjelentek, illetve használták őket. A kiállítás is tematikusan van, hál' Istennek, fölépítve, tehát a repülőterektől megyünk egészen az alkalmazott eszközökön át, az egyenruhák, tehát minden, ami velük kapcsolatos volt itt a repülőtereken. Innen indul a történetünk. Lényegében itt van egy térkép, ahol fel vannak tüntetve azok az települési helyek, ahol Magyarországon állomásoztak ezek a szovjet repülős csapatok, illetve a helikopteres egységek, valamint azoknak mindenféle kiszolgáló egységei, például a lokátorosok, vagy hol voltak harcálláspontok. A repülőterek itt fixen vannak jelölve, tehát ahol települtek, az egy piros karikában és a felszállópálya iránya, tehát ezek megtalálhatók voltak például Debrecenben, akkor itt volt Kunmadarason, a Dunántúlon volt Sármelléken, volt Kiskunlacháza, volt Tököl, tehát ahol vadász, illetve vadászbombázó csapatok voltak. Kunmadaras és Kiskunlacháza abból érdekes ebből a szempontból, mert ott állandó telepítésű atomraktárak voltak. Tehát Magyarországon állomásoztattak atomfegyvereket, tehát már is eloszlatnék egy téves dolgot, hogy itt nem voltak, de voltak Magyarországon atomfegyverek. Itt láthatóak a fontosabb repülőterek, amiknek túl azon, hogy voltak mint városnevek, ugyanúgy postafiók számmal jelölték az ott létesített csapatoknak a jelölése, tulajdonképpen egy VPC 64344, ez például debreceni 727-es gárdavadászbombázó ezred volt, ez tábori postafiók számon jelölték, ez volt a Polévai posta, mert külföldön szolgáltak ezek a csapatok, ezért külön jelölésük volt. Repülőtereknek itt lehet majd látni a légifotóit,
amin a kialakításuk, ezek tipikus rendszerben készültek, tehát külön voltak a felszállópolyák, a gurulóutak szinte ugyanolyan elrendezésben voltak, illetve a hangárok is tipizáltak voltak, tehát mindegyik bázison szinte ugyanazon típusú felszállópálya melletti hangárok voltak, ezeket előre gyártott elemekből készítették, ezeket majd a repülőtéren úgy is megnézzük, több változata volt ezeknek, és ezeket folyamatosan fejlesztették, még a kivonás előtt is készítettek hangárokat, például befejezetlenül maradt egy-két repülőtéren, ahol már csak az ajzat beton hiányzott. Tehát ők nem nagyon készültek elmenni Magyarországról, illetve próbálták még az utolsó pillanatban is a fejlesztéseiket folytatni. Kunmadarason egyébként még készítettek egy harcálláspontot is, ami az utolsó évekre már mondták is az ezernél, hogy talán ez nem kellene, de mégis felhúzták, tehát mégis megcsinálták. Hangártípusokra egyébként a repülőtéren elhelyezett hangártípusok, hogy milyenek voltak, itt meg lehet tekinteni őket a kezdetlegestől a legutolsó fejlesztésekig. A térképen egyébként itt, hogy hány fedezék volt a fedezékeket, az atombombázók kezdték el fejleszgetni, ugyanis amikor döntés született, hogy atombombákat fognak itt tárolni, egyes ezredeknél kijelölték azokat a századokat, akik ezeket a fegyvereknek a úgynevezett hordozására voltak alkalmasak, egy-egy századot jelöltek ki, és a századoknak védett fedezékeket készítettek. És innen kezdődött el a fedezékeknek az elterjedése. Először csak földfedezékek voltak, de utána, miután ezek a gépek eléggé nagy igénybevételnek voltak kitéve, ezért készítettek nekik zárt fedezékeket. A szovjet csapatok, ahogy újabb és újabb technikákat rendszeresítettek, ezt Magyarországon is folyamatosan frissítették. A frissítésnek még mindig az volt a lényege, hogy mindig a legkorszerűbb, ugyanis Magyarország Ausztriával ugyan határos volt, viszont pontosan ezek a igények merültek föl, hogy a pontosabb célbevetések miatt kellett azokat a gépeket alkalmazni, amiket például itt a fotókon is lehet látni. Korszerűbb gépek voltak itt ugye a vadászbombázóban, illetve a harcászati bombázóban a Su-24-esek, Ju-28-asok, Jak-28-asok, amik olyan célpontokat támadtak volna, mint például Graz, Klagenfurt, tehát innen azért hosszabb bevetéseket is tartottak. Ez a kunmadarasi repülőtérnek a makettje tulajdonképpen, ami a felszállópályák, a fények, a bevezető pályafények, illetve a zónák is szerepelnek rajta, mindegy egyes külön ezrednek voltak ugye a zónája, ahol előkészítették a gépeket az üzemre, és a lényegében egy szimulátorban helyezkedett el ez a makett, és akkor ezen tudták a repüléseket igazából szimulálni a pilótáknak, mert így legalább képet kaptak arról, hogy honnan milyen fénysorok vannak, mire fogjuk felkészülni, tehát tudták gyakorolni azokat a feladatokat, amikor megérkezett egy új pilóta, hogy hogyan készüljön fel az itteni életre, az itteni bevetésekre. Ezen a táblán láthatjuk a tököli 201-es számú vegyes repülőszámnak a géptípusait, illetve hogy azokat milyen oldalszámokkal látták, egyéb oldalszámokkal, illetve hogy milyen feladatokat, vagy mikor repültek éppen. Ebből tudjuk, hogy milyen típusok állomásoztak abban az időben, például Tökölön. Ez egy munkavégzésre figyelmeztető tábla tulajdonképpen, hogy a repülőgépnek, amikor előkészítjük, akkor milyen veszélyekre kell, illetve milyen feladatokat kell elvégezni, és mire kell figyelni a munkavégzés közben. Megfakult már a tábla egyébként, amikor megtaláltam, akkor még lehetett látni, tehát vonalakkal volt jelölve azok a veszélyes zónák, ahol nem volt érdemes tartózkodni egy-egy szerelés, vagy éppen előkészítés során. Vagy amikor hajtóművezték a gépet, akkor nagyon kellett figyelni, hogy se a kiömlő sugár elé ne kerüljön az ember, se a beszívó sugár elé ne kerüljön az ember. Ezek a földből előkerült tárgyak, amik tulajdonképpen itt hagytak a kivonuláskor, ezeket nem semmisítették meg, nem vitték el személytelepekre, ezek ott maradtak, mint például főfutógumik, illetve orrfutógumik, vagy például a falon látható egy-két olyan tárgy, ami balesetekből, katasztrófákból származik, amikor egy-egy
elvesztett repülőgépből ugyan megpróbálták eltüntetni az utolsó darabot is, de nem mindig sikerült, ugye a földből még mindig kerülnek elő olyan tárgyi bizonyítékok, hogy ők bizonyít voltak, illetve olyan típusokra, mint például Su-24-es, amelyik például Debrecen mellett csapódott a földbe. A bevetéseket, az itteni gyakorló repülőseket, a Nádudvarit, tehát a Mihály Halmai lőtéren hajtották végre a szovjet csapatok, repülőcsapatok, és a Kumanos és a Debreceni ezredek lényegesen többet jártak ide, mert ők voltak ehhez közel, és az itt látható eszközök, amiket így a földből előkerültek, illetve hagyatékként itt hagytak a szovjet csapatok, megkapta a Karcsi, ezek az eszközök tulajdonképpen aznak a széles tárházát mutatják be, amit felhasználtak itt a lőtéren, illetve amivel készültek csapásokat menni. Ez egy P-50-es gyakorló bomba, tehát ezek innen indult a történet. Ez egy betontöltetű bomba, van rajta egy fékezőanyja, az órában van egy magnézium patron, és akkor amikor becsapódott, akkor látták a becsapódásnak a helyén, hogy találta a cél, vagy nem találta a cél. Érdekes egyébként ezeknek a bombáknak az utóélete, az például egy csirkeitató, amit megtalált itt a lakosság, és elvitt magával haza, és kis átalakítás után a nem sérült bombatestet már fel is tört, és innentől kezdve működött. Sokan használták virágládának, illetve mindenféle mezőgazdasági alkalmatosságnak. A gyűjteménynek nagy része az egyenruhák például, amiben láthatunk tábori honvéd vagy katona, illetve tiszti egyenruhákat kimenőbe, illetve hétköznapi viseletben. Ezek folyamatosan változtak. A szabályozás igazán 1970-től indult meg, amikor az öltözködési szabályzatot próbáltak egységesíteni, bár nem mindig sikerült, mert a katonák, amilyen egyenruhát megkaptak, azért azt próbálták kihordani, például a szerelők, illetve a pilóták is azt a kényelmesebb viseletet próbálták használni, ami éppen akkor nekik a legjobb volt. Törekedtek arra azért, hogy egységes legyen az öltözet, ez függött mindig az ellátmánytól is, de törekedtek rá mindenféleképpen. Ebben a vitrínben láthatóak egyébként a pilóta egyenruhák, az éppen a könnyű viselettől egészen a téli viseletig. Ez a könnyű viselet, ez a nyáron, ez a vékonyabb kék könnyű szövésű anyagtól, és akkor ahogy jön a sor is, így egyre vastagabb, ahogy az őszi átmenet, illetve a téli hajózót mutatja be. A különböző sisakok is láthatóak, az ES3-as, az ES5-ös sisak az oxigénmaszkkal, M32-essel. A mellette lévő úriember egy úgynevezett pilótkába van, bőrjackiben, és a hozzátartozó hajózóruhával, illetve térképtáskával. Ez egy katapult kioldó kar, a K-36-os ülésekhez használták. Ez egy nagy magasságú VK hajózóruha, amit a szkafander sisakkal használták, a GS6-ossal, és ez a teljes szett, ami így volt alkalmazva, a csizma, a sisak és a ruha, illetve alá könnyű öltözetet vettek föl, és ez a kihermetizálás ellen védett nagy magasságú repüléseknél. Ezek CZU készülékek, amik a varász, illetve varászbombázó repülőgépeknek a pilóták ezen a vetített tükrön azonosították, illetve fogták be a célt és indították a rakétáikat. Ez a PPK ruha, ami a túlterhelés ellen védett, ez több változatban készült, ez például egy zártfűzős változat, ezt már kívülre is felvehették a hajózók, katapultáláskor nem akadt be az ülés egyetlen egy darabjába sem. Ez pedig egy vészrádió aló, ami mentőkészlet része volt a repülőgépeken. Nos, tehát ennyit a nálunk állomásozó szovjet repülő erőkről és elpotyogtatott dolgaikról. Időközben a parkoló járművek között érdeklődő és nosztalgiázó hölgyek, valamint urak jelentek meg. Купит эскимо, никуда не торопясь, выйдет из кино, карусель его помчит. A Boris és Dorisban Miss Hiltont alakító művésznő is a kamera és a riporter keresztüzébe került. Lányokat ritkán látni szovjet autós találkozókon. Mégis, hogy kerültél te ide? A párommal jöttem.
És szovjet autóval jöttetek? Igen, egy Moszkvicssal. És hogy érzitek magatokat? Jó itt a hangulat? Nagyon, nagyon, nagyon. Mi most vagyunk itt először, de úgy érzem, hogy most már örökös tagja leszünk ennek a történetnek. A filmezésről egy-két kérdés, hogy hogy tetszett ez neked? Jaj, nagyon jó. Úgy érzem, hogy most felfedeztek, és ezután csak ezt fogom csinálni. És eddig az autózás téged nem annyira érdekelt, és most úgy látod, hogy mégis? Dehogy nem, én minden nap vezetek autót. De még a párom nem adta oda ezt az autót, hogy vezessem, de remélem, hogy a mai nap folyamán ennek is sort kerítünk. Hát, vagy egy alkalom majd ma lesz olyan, amit csak te vezetek. Vagy amit csak te vezetsz. Igen, igen, igen. Hát nekem az a legrégebbi Moszkvics szimpatikus. Remélem, hogy majd egy olyan egyszer csak lesz. По незнакомой улице, и от улыбок девичьи вся улица светла. Не обижайтесь, девушки, но для солдата главное, чтобы его далекая любимая ждала. Végezetül mindenki szovjet lóra pattant, és ismét libasorba rendeződve célba vette a kumadarasi volt szovjet repteret. A bejárathoz vezető út biztosítását ismét az egész vonulás alatt tevékenykedő oldalkocsis közúti rendész különítmény végezte. A vezér UAZ toppant be először a kumadarasi volt szovjet reptér területére. A bejáratnál méltó fogadtatásban részesülhetett az egész konvoj. A régi időket megidézve, érdemes pár szóban megismerkedni a reptérrel és történetével. A II. Világháborút követően 1950-ben kezdték el egy új betonpálya építését Kunmadarason, melyet egy évvel később be is fejeztek. 1950 és 1956 között a legnagyobb magyar katonai reptérnek számított az országban. Itt kezdődött a magyar sugárhajtású repülés 1951-ben. 1956. novemberétől szovjet katonai reptérként üzemelt, bombázók, vadászbombázók és felderítők, illetve célvontatók állomásoztak itt. 1963-tól 1990-ig a repülőtér mellett lévő atomtárolóban atomfegyvereket tároltak a helyi és a debreceni ezred részére. Egyelőre hivatalosan lezárt reptérként szerepel, bár van civil repülős forgalom, de irányítás nélkül. Az Aero Wasp nevű magáncég tart itt 2-3 kis gépet, amik a gurulópályák mellől is fel tudnak szállni. Az ő vendégszeretetüket élvezhette a társaság is. A reptér területén épp egy airsoftos esemény zajlott, úgyhogy nem volt ajánlatos akármerre kóricálni, mert félő volt, hogy valakit ellenségnek néznek. Ezért mindenki úgy vonult, mint kiskacsák az anyjuk után. A rekkenő hőségben Darazsac András objektumán sorakoztak fel a járművek és tulajdonosaik árnyék híján a tűző napon. Приписан нашим векам скоростной режим. Мы как птицы, мы летаем, потому что каждым часом. Miután mindenki megtalálta a helyét, volt némi eligazítás a sétarepüléssel kapcsolatban, hogy mennyire is lehet látni az AN2-est. Mi múltkor, amikor itt voltunk és filmfelvételt csináltunk róla, akkor elmentünk egy 500 méterre, és akkor alulról meg tudtuk venni a kis repülőt, mert így fél útnál már el is ment. Időközben az ide telepített gulyás ágyúban már javában rotyogott a meghirdetett katonaebéd. A Vasadi Raj egyik tagja készségesen el is árulta, pontosan mit is rejtegettek a vontatható tűzhelyben. A hátul mögött látható magyar M69 mintájú gulyás ágyúban. Jelen pillanatban a részvevők részére egyszerű babgulyást főztünk. Babgulyás összetétele, sertés, füstölt sertés csülökből kicsontozva, de nyilván a csont is benne van, az ízek hat főjének ki módja szerint. 8 kg, 12 kg sertéslapocka,
4 kg marhahús. A bab szintén olyan 8 kg mennyiség beáztatva a későbbiekben. Zöldségek, répa, petrezselyem. A zeller zöldjét beletettük, ami főzés végén egybe szoktuk beletenni, nyilván azt kiveszünk, nem mindenki szereti. Petrezselyem zöldje, fűszerek közül őrölt kömény, őrölt bors, fokhagyma, hagyma az alap elkészítésére, pörkölt alap, majd azt követően ugye levessé alakítás. Hát a mennyiség a szervező jelzése szerint először indult 100 főre, majd bővült 130, de körülbelül 150 főről van szó, ami azt jelenti, hogy két üsbe, aminek az űrtartalma egyenként 50-55 liter körül van, ez most teljes mértékben ki lett használva. Ennek a mennyiségnek valószínűleg elégnek kell lennie. A babgulyás recepte vált, ugyanis a résztvevők hosszú kígyózó sorokban várták a gőzölgő forró levest. Hiába a rekkenő hőség, mindenki jó ízűen falatozta a tűzforró levest. A bátrabbak még erős paprikával is erősítették az ízeket, minek következtében a vörös szín egyes elvtársak arcán igencsak visszaköszönt. De hát milyen is legyen egy szovjet jármű találkozó. Voltak, akik még ebéd utáni siestát is beiktattak a programba, viszont ezt nem lehetett sokáig húzni, ugyanis következett a nap fénypontja, vagyis a sétarepülés. Indult is a konvoj az AN-2-es repülőhöz. Első körben készült egy közös fotó a szovjet légijármű és földi társainak részvételével. Az előzetesen sétarepülésre jelentkezők annyian lettek, hogy végül 4 csoportra osztva történtek a járatindítások. A No Megállj Csak című jól ismert szovjet mese egy részletét sikerült megidézni a társaságnak. Az első turnus is hasonlóképpen huppant be a gépbe, hanem is ejtőernyős felszerelésben. Minden felszállás előtt Darazsac András pilóta eligazítást tartotta a repült útvonalról és magáról a repülőről. AN-2-es típus, 1000 lóerős egysoros csillagmotorja van. kg a maximális felszállósúlya, és ezzel a két paraméterével, hogy 1000 lóerő és 5700 kg felszállósúly, kivívta magának azt a jelzőt a repülőgépek társadalmában, hogy a világ legnagyobb egymotoros repülőgép típusa. Ennek a típus családnak egy példányába ülünk most itt. A hón alatt olvasható az egyedi nevezetessége kívülről, biztos láttátok. 2001-ben Hajdúszoboszló légterébe egy magassági rekordot repültem vele, ami 4675 méter 16 centi volt. Ebből a magas tengerszint fölött, ebből a magasságból 3 ejtőernyős ki is ugrott. Ezzel egy magyar ejtőernyős csúcs is született, illetve az AN-2-esről sincs adat, hogy a világon valaha ilyen magasan járt volna. Repülésünk a következőképpen néz majd ki, ahogy láttátok az előző körökben. Ebbe az irányba felszállunk, megemelkedünk,
A Gergelyhalmi halastónál visszafordulunk, a baloldali ablaksoron majd láttok egy halastavat, aztán a karcagi határ fölött repülünk Berekfürdőig, baloldali ablaksoron gyönyörűen látszik majd Berekfürdő. Tovább megyünk egy kicsit, és a jobboldali ablaksoron, miután fordultam még egyet, belátni a Hortobágyi Nemzeti Park területére, a Nagy Iváni és a Kunmadarasi rétre. Az már tájegység a Hortobágyi. Aztán még egy 90 fokos forduló és folyamatos süllyedéssel rájövünk a repülőtérre leszállásra. Mindez 160 km-es sebességgel, 300 méteres maximális magassággal fogjuk megtenni ezt az utat. A rövid bemutató után nem volt más hátra, mint a felszállás, és ezzel át is adnám a szót, a továbbiakban beszéljenek helyettem a képek. A csapat egy része repkedett a fellegekben, a többiek is próbálták hasznosan eltölteni az időt egy rögtönzött gyorsulási versennyel. Tűz csúcsú! A csapat sétarepülése után mindenki átfáradt egy hangárba, amit ismét Varga György mutatott be. Egy 3x16-os repülőgép fedezékben állunk. Amikor jöttünk, elindultunk a repülési ponttól, tehát a starthelyről, akkor 11-es fedezékeknél jöttünk, azokban tárolták a MiG-21R felderítőgépeket, illetve utána a Su-17M4R és Su-17UM3 kétüléses gépeket tároltak. Ezeket a felderítő ezret használta, és amikor átjöttünk a felszállópályán, kereszteztük a felszállópályát, itt már a 13-as fedezékeknél jöttünk, amik kicsit szélesebbek. Itt is tároltak gépeket, szintén Su-17-eseket, illetve MiG-27-eseket. Ezek a hangárok, ezek a 16-osak, ezek a legújabb generációs szovjet típusú hangárok, amiket már előreépített elemekből, illetve az átszelvényt itt összehegesztették, és bazaltbetonnal, tehát ezek belül üregesek. Ezek a hangárok és bazaltbeton a külseje. APS nyitott fedezékek voltak először, ami egy kutyanyelv és körbe fölt fedezék. Ez csak éppen csak időlegesen adott fedezéket a gépeknek, viszont ezek a fedett tárolókban lehetett indítani, hátul lehet látni a gázsugárterelőt. Amikor indították bent a gépeket, akkor hátul kinyitották az ajtót, és innen már meleg, üzemmeleg gép tudott kigurulni, és indulhatott el a felszállópályára. A hangároknak egyébként van eszközterem része, jobb oldal,
oldalt, hátul a hajtóműindító, és opcionálisan az üzemanyagot is tudták itt vételezni, mert minden ezrednél volt egy központi üzemanyagtelepe, illetve minden századnak volt külön üzemanyag elosztója, és minden hangárban lehetett. A felszállópálya mellett található előtéren pedig úgy voltak kialakítva az indítózónában a helyek, ahova beálltak, ott volt üzemanyagvételezési lehetőség. Tehát nem tartály kocsival hordták, hanem sokkal praktikusabban innen is lehetett. Tehát harckészültség esetén sokkal, de sokkal egyszerűbb volt. Sőt, a hangárnak az oldalára, legtöbbször a bal oldalra föl van festve egy bizonyos koordinátorrendszer, egy bizonyos támpont, amit be tudtak lőni, amikor indításkor a gépnek a pozícióját betudták, és akkor innentől egy indítás, kigurulás, felszállás 10 percig tartott. Úgyhogy ezeket az előre gyártott elemeket itt összecsavarozták, összeállították, aztán behordták földdel, megcsinálták a simpáját, összerakták az ajtókat, illetve földdel borították. Ez mind nagyon jó átszázás itt a terebe. Sőt, volt olyan, ahol még az előtér betont is, meg az aszfaltot is lefestették, mint hogyha az folytonos lenne, tehát a környezetből semmennyire sem ütne el. Úgyhogy az ajtókat motorokkal mozgatták, illetve a pálya is egy kicsit olyan V-alakba, tehát lejtős, ugyanis, hogyha nem volt semmi elektromos mozgatás, akkor egyetlen kampót kiütötték, és akkor automatikusan saját magától szét tudott nyílni. Tehát ez harckészültség esetén rettenetesen jó volt, mert csak kiütötték a kampót, és már lehetett indítani a gépet. Úgyhogy innen is indultak, illetve az előkészítő, az előtérzónákból is indultak gépek. Tehát az előkészítéseket itt nagyjából elvégezték, kihúzták a gépeket, és akkor onnan, ha kellett, ott tankolták, ott készítették el, és onnan, viszont innen is tudták a gépeket indítani. Itt volt, ezen a részen volt a felderítő ezrednek a Su-24-es egy viszonylag nagyon korszerű és titkos rész, amivel a felderítéseket hajtották végre itt a környező részem. Elől az ajtó mellett balra voltak az ajtónyitáshoz, meg az elektromos rendszerekhez a kapcsolók. A különböző tápellátást, tehát az indításhoz szükséges áramot, illetve az üzemanyag, ilyen ezeken a csöveken lehetett, tehát külön van egy eszközterem, hátul oldalt egy ilyen kis kiszolgáló terem, ott van kapcsolószekrény, és akkor innen lehetett már indítani a gépet. Tehát egyszerűen csak kihúzták a tápkábelt, összedugták a géppel, itt pedig a gépben indítottak. A Su-24-esek két hajtóművesek voltak, és indításkor itt vezették el a kiáramló gázt, ugyanis hátul van két nagy vasajtó, ki lehetett nyitni, és indításkor ez a gáz ott arra távozott ki a hátsó részem. Amikor kezdődött az üzem, a repülőműszak, akkor hátulról kinyitották az ajtót, bejöttek a katonák, ott felgyújtottak két kapcsolót, itt volt egy lámpa sor végig. De ez a két első lámpa, ami itt volt, az gyulladt fel először, és úgy tudtak elmenni előre, ott volt a központi kapcsoló, és akkor volt végig kivilágítva a hangár. A tárlatvezetést követően a társaság nagyjából két részre oszlott. Az egyik visszaindult Szolnokra, az érdeklődőbbek viszont bejárták a reptér területén található volt szovjet lakótelepet. Volt itt iskola, óvoda, nagy terem előadásoknak, de a rendszerváltáskor kivonuló szovjetek ingó tárgyai közül, amit tudtak, eladtak, a többit pedig az évek folyamán széthordták a környékbeliek. Több mint 20 évnyi pusztulás után mára már a természet kezdi visszafoglalni a területet. Itt-ott egy vörös csillag és a szobák falain látható rajzok meg némi cirilbetűs felirat emlékeztetett arra, hogy itt hajdanán szovjet katonák élték mindennapi életüket. Bejárás végeztével az utolsó szovjet járműves is elhagyta a reptér területét, és a főhadiszálláson csatlakoztak a többiekhez. Lassan kezdett visszatérni az élet az egész nap üresen kongó táborba. Aztán megakadt a Sofim kamerája egy terepmintás, feltűnően újszerű állapotú oldalkocsis motorom. Egy gyönyörű szép oldalkocsis ural mellett állunk, ami
úgy néz ki, mintha teljesen új lenne. Most ez csak én látom így, vagy ez valóban így lehet? Ez a motorkerékpár, ez állapota azért ilyen, ez egy 2005-ös gyártású motorkerékpár. Valóban urál. Az oroszok ezt 1941 óta folyamatosan gyártják. Egy pár hónapig Moszkvában indult a gyártás, majd pedig ugye a Barbarossa hadművelet beindulásával átrepült Irbitbe, és tulajdonképpen sok-sok éven keresztül ott történt a gyártás, ahonnan ez a motorkerékpár is származik. Mint mondtam, ez 2005-ös, tehát nem állt le egy pillanatra se. Az ő rendszerváltásuknál volt egy kis intermezzo, amikor fejlesztés nem történt, a meglévő alkatrészekből rakták össze, de nem állt le a gyártás. Utána pedig a tőke megjelenésével hát hatalmas nagy fejlesztéseket hajtottak végre. Ez látszik is a motorkerékpáron, sok alkatrésze megegyezik a régi gépekével, viszont rengeteg alkatrésze pedig új, olyannyira, hogy nem is orosz, hanem importból származnak ezek az alkatrészek. Karburátorok, generátor, jelentősége ennek azért van, ugyanis ezeknek a gépeknek a 95%-a amerikai exportra készül. Hatalmas egy felvevőpiac Amerika, és ott a vásárlóközpontúság megköveteli ezt a minőséget, amit az oroszok nem bírtak egyes alkatrészek gyártásánál produkálni, ezért szerezték be a kopó, illetve a ő általuk megbízhatatlannak vélt alkatrészeket külföldről, és innentől kezdve született meg ez az Ural Girap, illetve Ural Ranger címre hallgató történet, ami egy kicsit a Leningrad Cowboys-ra hajaz, de valójában már ez is jelzi ezt a újfajta tőké szemléletmódot, hogy nem számozzuk, meg nem M62, hanem Ural Ranger lett belőle. És mitől különleges ez a motor? Milyen technikai megoldások vannak itt, amit másnál nem nagyon alkalmaznak? Ennél a gépnél van oldalkocsi kerékhajtás, ez föltűnik a nyeperekbe, azonban ott nem zárható, egy differenciálmű van, tehát tulajdonképpen terepen használhatatlan, hiszen lediferál az oldalkocsi kerék. Ennél a megoldásnál pedig csak terepen lehet bekapcsolni, ugyanis itt nincs differenciálmű, itt a két hátsó kerék ez esetben össze van zárva, tehát magának a gumikeréknek kell lediferálni a talajon. És akkor ez azt jelenti, hogy ez szólóban nem is nagyon használatos, hanem mondhatjuk úgy, hogy össze van nőve az oldalkocsival? Kellemetlen a szólóban történő használata. Egyrészt azért, mert ez eleve oldalkocsis üzemre lett tervezve, elől az Early Villa mutatja ezt, ugye itt rövidebb lett az egész motorgerékpár az oldalkocsis kormányozhatóságot javítandó, illetve magasabb építésű a motor, valamint ugye, hogyha széthúzzuk, akkor az oldalkocsi kardán hát fityeg jobb oldal, ami egyrészt balesetveszélyes, másrészt nem is szép. Én magam egy olyan 15 méter halálfélelmet éltem meg vele oldalkocsi nélkül üzemmódban, és ez elég is volt. És mire használod, találkozókra jársz, vagy egyébként horgászni, vagy milyen hobbi célra? Ez igazából napi használatban van, tehát bárhová. Én ezt 2007-ben vettem 4000 kilométerre, most, hogyha jól csalódom, akkor 37000 kilométer van benne, ez már mindén. Takoláztam bele, város körül, városba, de akár föltúrázni, Mátrába, terepre, mindenhova alkalmas. A fiatal járművet követően egy nyugdíjas korú Volga következett, amely elég szövevényes módon került jelenlegi gazdájához. Mi a története ennek az autónak? Ezt az autót én 2005-ben vásároltam Ukrajnába. A Krím-félszigetről hoztam Odesszából. Egy ismerősöm segítségével, mert ott kincsen könnyű találni ilyen járművet, mert ha én egyedül kimegyek, hogy onnan hozok egy Volgát, M21-eset, nem tudok. És ismerős segítségével így hozzájutottam, kint megvásároltam. Egy nyugdíjas rendőré volt. Ő már a kor eljárt fölötte, és akkor úgy döntött, hogy eladja, megválik tőle. Megnéztem, megtetszett, megvásároltam, és hazahoztam volna legelőször is Magyarországra. De itt egyébként szigorúk a törvények, hogy 30 évnél öregebb járművet nem lehet behozni Magyarországra,
mert ez veterán jármű, és így a kijevi múzeális minősítésű bizottságtól kell kérni engedélyt, hogy az országból kivihessem. El tudtam intézni, hogy megkapjam a múzeális autónak a kiviteli engedélyét. Amikor Magyarországra értünk, le akarom vámoltatni, azt mondja, hogy hát nem érti, hogy most viszem ki a Volgát. Nem mondom, most hozom. És elég olyan gyanúsan rám nézett a vámos, hogy Ukrajnából hozok autót. Mondtam, igen, Ukrajnából hozok autót. Nem akarta elhinni. Most parancsnoknak szólt, kijött ott a bizottság. Abban megint elment egy nap, mire az iratok, hova viszem, miért viszem, mire elbírtam megint a határt hagyni. Utána kezdődött, hogy otthon szétszedtem, kivettem belőle motort, váltót, sárvédőt, ajtót, szélvédőt, műszerfalat, üléseket, és megnéztük, hogy mi az, ami beteg, ami rossz. Ugye, mert ami rossz, azt kicseréljük. Ami jó, marad. Utána elvittem karosszériáshoz, lehomokszóróztattam, lealapozta, ami rossz volt, de nagyon kevés git kellett rá, hegeszteni szinte semmit nem kellett rajta, és hát hosszabb idő után, mire a szint megállapítottuk, lefestette. Ez egy galamb szürke színű Volga M21-es volt. Nekem nem tetszett nagyon ez a galamb szürke szín. A fekete nem tetszett, mert az, tudom, a Volgában szép a fekete, de az olyan gyász, halottas autó. Én tudom, hogy szép, de én nekem fekete nem kell, eldöntöttem. És mikor szedtem szét a műszerfalat, mikor bontottam ki, és a műszerfalba bele van építve a rádiónak a kerete, a tokja, kivettem a tokot, és a tok alatt megvolt az eredeti színű festék, ami még a gyári volt. Ez a gyári szín egy buzakék szín volt. Mikor én kicsi voltam, emlékszek rá, hogy voltak úgy elvétve ez a buzakék színű Volga. És akkor én eldöntöttem azonnal, hogy ez a Volga buzakék színű lesz. Itt már pontot is tettem rá. Az interjúk után kellőképpen besötétedett, felgyújtak hát a tábor tűzfényei, és kezdetét vette a meglepetés program, a szovjetest. 2010-ben az első találkozón szintén a művésznő produkcióját élvezhette a közönség, és amint látni és hallani lehetett, ismét nem okozott csalódást. Песню заводила про седьмого сына орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети. Берег
A jókedvű muzsikával azonban még nem volt vége a napnak. A legkitartóbb kemény maga egy laza kis mozival csengette le a mozgalmas napot. Megérkezett a mozigépész Hajnal elvtár személyében, és az UASZ platóra kicsapott filmvetítőre felkerültek a 16 mm-es kópiák. De még mielőtt beindult volna a mozi, az érdeklődők egy rögtönzött filmvetítő bemutatót is kaptak. Van egy erősítő részünk, be lehet állítani a hangszint, a mélységet, illetve a hangerőt, illetve a másik kettő. Tehát maga az erősítő az erősítésre is szolgál, tehát tudná rajta lemezjátszót, illetve mikrofont is rá tudná kapcsolni. Ez a gép képes előre, illetve hátravetítésre is. Hátravetítéskor visszafele játszol hang nélkül, olyankor nincsen hangképzéshez. Halogénizzós már, ez 220 voltról, vagy 230 voltról megy. Van hozzá egy torzító optika, amit most nem szerelek fel, mert akkor széles vászon tudok vetíteni. Egyébként némelyik film azt igényli, ugyebár ha nem rakod fel rá ezt a torzító optikát, akkor az emberek hosszúkások, az alakok. Tehát így néz ki egy ilyen torzító optika. Lényegében van itt egy ilyen konzol, ez úgy lett már ilyen házilag hozzáadják, ezt be kell ide akkor tekerni, és akkor innentől kezdve széles vászon van. Ami most azért nem fog bekövetkezni, mert nem látnak belőle a szélét. Se baj, ennek ellenére is élvezhető volt a napzárásaként elmaradhatatlan Lenin élete című fekete-fehér korszakos alkotás a Pirkadat Filmszínház előadásában. August 2, vasárnap. A fák közül kikandikáló nap fénycsóvaként világította meg a parancsnoki állás épületét és a Tornácon intézkedő főszervező elvtárs gondterhelt orcáját. A nap fő attrakciója a tájékozódási verseny volt Szolnok városában. A verseny 5 állomáspontból állt, köztük 1-2 plusz feladattal. A Sofim csapatának tagjai kaptak egy-egy térképet az előre berajzolt állomáspontokkal, így könnyítve meg az esemény megörökítését. Természetesen a titkos információk birtoklásával egyik stábtag sem élt vissza. Végül megtörtént a szóbeli egyeztetés is, és mindenki ment a maga dolgára. A tavalyi évhez képest valamivel kevesebb jelentkező akadt a versenyre, de még így is látványos volt, ahogy ellepték a várost a szovjet járművek. A versenyzők indítása meghatározott időhöz volt kötve, ezért torlódtak fel néhányan a bejáratnál. Egyéni és kollektív kategóriában lehetett nevezni, a csapat létszámát tekintve nem volt megkötés, így például az UASZ brigád 4 mindenre elszállt versenyzővel vágott neki a kalandnak. Az első állomásponton keréknyomás satszolás történt. Ez a feladat rögtön megviccelt pár résztvevőt, mivel többen simán elhaladtak a közvetlenül a rajt mellett ácsorgó beépített ember mellett. Persze azért voltak élesebb szemű elvtársak. A második állomáspont már némileg messzebb volt, Szolnok területét is el kellett hagyni. Kis ember, nagy autóval, nagy dolgokra képes, mint ahogy ezt Vellai elvtárs is bizonyította. Ő egyedül vágott neki a versenynek. Az állomáspontra érve kocka kirakó feladattal szembesülhettek a résztvevők. Először a játékszabályok ismertetése történt meg. Van 6 darab kép, kocka kirakó, végig játék, mondjuk szocialista is. És az a feladat, hogy 2 perc alatt mennyi képet tudtok ebből kirakni. Szervező szerint 1 vagy 2, aztán majd meglátjuk, hogy hol teljesítetik. Igen. És már is kezdetét vette a kirakás. Menet közben persze a bámészkodók is megjelentek, illetve az újabb versenyzők. Hirtelen elég nagy lett az élet. A
A harmadik állomásponthoz vezető úton betekintést nyerhettünk a rendőrség munkavégzési technikájába is. Haladj tovább az úton, amelyik helyen jött el, az utca végén. Ez az utca végén. De azt írta, hogy nem lehet már másfél menni. Ez nem a vége az utcának. Akkor nem. Az utca végén fordulj balra. A végén balra, igen. Tovább nem is tudnám menni egyenesen. A helyszín a Szolnoki Repülőgép Múzeum volt, ahol egy feladatlapot kellett kitöltenie mindenkinek. A beépített ember a múzeum területén volt, akitől a feladatlapokat be lehetett szerezni. Ez a feladat némileg több időt vett igénybe, így elég sok résztvevő jött össze a légi járművek árnyékában, és szaladgált mindenki, mint a mérgezett tegerek. Odadukták mind a 2500 köpcentit. Igen. Én is ott keresném. Keressük. Na, bájjom! A következő feladat állomáspont nélküli volt, tehát nem várt senki a versenyzőkre a helyszínen. A Sofim egyik kamerája az UASZ Brigád platóján dokumentálta a tökéletes csapategység példáját. A stáb külön díját, ha lett volna ilyen, ez a csapat kapta volna. Menj vissza a főútra, amiről lekanyarodtál, és haladj tovább Szolnok felé, tehát jobbra fordul. Igen, jobbra tovább. Nem itt, még nem. Itt. Igen, itt. Itt ez pont jó. Hol tudod, hát a hizére a tábla között? Nem, gyalogúton. Az meg telepjel újra, hogy nem használja ki. Hát most minek köszönjük a szét? A sebesség határokat természetesen betartva példamutatóan közlekedtek, és valószínűleg egyedül nekik sikerült pontosan a szobor mögé parkolniuk. A másik kamera egy nyugodtabb légkörű Moszkvics 408-asban teljesítette az utat. Tulajdonképpen a feladat megoldása mindkét esetben megtörtént, csak a hozzávezető útban volt némi eltérés. Egyébként a feladat a fáklya vívő szobor megtalálása volt, majd az emlékmű tábláján található két évszám különbségét kellett kiszámolni és papírra vetni. Ez többek között a rendkívül összetartó és mindvégig konvojban haladó Zaporozsec klubnak is sikerült. Aztán ismét az uazósok percei következtek, ugyanis menet közben rájöttek, hogy az első pontot, vagyis a keréknyomás satszolást kihagyták, és úgy gondolták, bepótolják. Először meg kell repülni, Kettő. Eközben mások már javában haladtak a negyedik állomásponthoz, vagyis a tájházhoz. De hőseink sem akartak lemaradni, és a remek navigálásnak köszönhetően rátaláltak a helyes útra. Rendőr lámpán át, kanyarodj be jobbra. Nagyon intrikites, így a történet. Balra, kis balra! Ez zsákutca része. Neked balra levő kis utcába folytasd az utat. Zsákutca van. Az évesen jobbra tart. Haladj rajta végig. De nem mondja zsákutca. Nem írja. Hoznak való helyet. Ajajaj, oh, de jó. Hol a rendőr? Gyerek, ilyen így jelentem! Sikerfordul, menjél be! Drasztulj! Itt a tájház, de hogy parkolj, hogy árnyékba legyünk. Van, ott. Lövényekkel ne törődjél.
Akadtak logisztikai problémák, ugyanis úgy kellett leparkolni a csöpnyi területen, hogy senki ne akadályozza se a versenytársait, se az ott lakókat. Egy ifa is átép a parkoló közepén, vagyis egy idéglenes forgalmi akadálya a makacskodó Metálkék Zaporozset személyében, de hamar életre kelt és már tova is suhant. A tájházban ismét csak egy feladatlapot kellett kitölteni, mindenféle trükkös és furmányos kérdés megválaszolásával. Ezen az állomásponton is egész sokan összejöttek és kibeszaladgáltak a házból. A parkolóból kievickélést követően az egyik kamera a Patyi testvérek vendégszeretetét élvezve jutott el a következő célállomáshoz. Szintén egy beépített ember nélküli helyszínen kellett megoldani a feladatot, amely így hangzott. Derítse ki, hogy a Szapári út 24 szám alatt hogy hívták a 70-es, 80-as évek közkedvelt közösségi helyét. Találd fel magad! Nos, kreativitásban nem volt hiány, mindenki jól vette az akadályt. A vezénylés tartalmazott egy jó tanácsot, miszerint a parkolással vigyázz. A legtöbb versenyző ezt meg is fogadta, és körültekintően rakták le járművüket. A feladat végeztével a versenyzők az ötödik és egyben utolsó állomáspont felé vették az irányt. Menet közben azért az egyedül nekivágó versenyzőknek néha félre kellett állniuk értelmezni a vezénylést. Számoljuk is, hogy 3 alatt kell áthaladnod, majd mielőtt elérjed a 4-et, előtte közöttem kanyarodj balra. 3 alatt átmegyek, és a 4. előtt balra. Parkolás szempontjából ez az állomás is problémás volt, de mindenki ott állt meg, ahol tudott. A leírás szerint egy nagy fém veterán járművet kellett keresni, ami nem benzinnel és nem is gázolajjal működött. A szolnoki vasúti pályaudvar mellett ácsorgó gőzmozdony kezdett gyanúsá válni. Az itt lesben álló feladat tükör kirakó névre hallgatott. Ezzel azért rendesen meggyűlt a bajuk a versenyzőknek. Az utolsó feladat végeztével már mindenki visszavett a tempóból, és szépen, higgadtan, ráérősen szállingóztak a járműveikhez. Nem volt más hátra, mint a verseny záró momentuma, vagyis a szolnoki Barkács Áruház parkolójába való eljutás. Idén ugyanis ide volt meghirdetve a kiállítási terület. A komplett parkoló nem telt meg, de azért így is szép számmal jelentek meg a szovjet járműcsodák és tulajdonosai. A bámészkodó közönség pedig tavalyhoz hasonlóan ismét nagy érdeklődéssel járta körbe az egykor Magyarország járműparkját alkotó autókat és motorokat. A sok szép csillogó veterán jármű között megbújt egy kevésbé szép, de annál jobb műszaki állapotban lévő Moszkvics 403-as.
Úgy látom, hogy itt ez a kék Moszkvics kicsit elüt a sorból, mert nem úgy csillog-villog, mint a többi. Indokold meg ezt, hogy miért van ez így? Hát ez azért van, hogy ugye 4 éve van nálam ez az autó. Ebben az állapotában, tehát kívülről legalábbis ebben az állapotában találtam rá, és ugye azért egybe van, de ugye voltak a különböző sérülések, ugye nem vagyok se festő, se karosszélakatos, ugye autószerelés a szakterületem, és azokat csak úgy nagyjából szükségszerűen rendbe tettem, hogy az volt nekem a célom, hogy ugye minél hamarabb egy műszaki képes, ugye hogy leműszakítassam, ugye nem volt rajta természetesen műszaki vizsga, stb. És az volt a célom, hogy minél hamarabb összerakjam úgy az autót, hogy forgalomban szabályosan részt tudjak venni, de meg ugye a műszakilag ugye minél jobb állapotba kerüljön. És ugye későbbre, mindig későbbre, mert ugye nyilván az ember szeretné, hogyha szépen csillogna, villogna, ugye, hogy ne ad lenne ugye a végcélja ennek, meg végülis titokban az lesz majd egyszer a végcél, hogy tényleg nagyon szépen egy szép festéssel, ugye szép kalkulálással, ugye úgy lenne teljes a történet. A fenntartása nem kerül sokban, tehát én tudom, ugye nyilván van egy másik autóm is, de így idényben ezt napi használatban használom. Tehát most is ugye a másik autóm az le van téve, már több mint egy hónapja, és ugye ezzel intézem minden dolgot, meg a család is. Ugye 2 kislányom van, nagyon szép kislányom, és ők is nagyon szeretik, nagyon szeretnek benne utazni, kényelmes a rugózása, ugye szépen lágyan ringatózik ez az autó. Pontosan szereti ezeket az utakat, amik most Magyarországon voltak is, meg vannak, meg lesznek is sajnos. És tehát nagyon szeretünk benne utazni. Így szépen lehet tartani ezt a 70-80-as tempót. Úgyhogy így akkor napon használatban van egy idén, mert nyilván, hogy a télen, meg én is kerülöm az esőt, de minden évben elázok vele, tehát ugye ezt nem lehet kiszámítani, főleg ugye záporok, zivatarok, és elkapnak minket, de tehát télen azért le van téve, tehát télen pihen. Ez mi volt a legutolsó, amit kellett rajta javítani? Hát legutoljára maradt a motorfelújítás, ugye működőképes volt a motorja, amikor hozzám került. Már tudtam, hogy nem tökéletes, ugye olajnyomás problémákkal küzdött már, de szegényt 3 évig még úgy alprób trükkökkel ugye még tudtam üzemeltetni, meg ugye nem is tettem bele évente olyan sok kilométert, tehát még bírta, de ugye tavaly már olyan állapotba került, hogy már leállítottam ősszel, és mondom, akkor jó motorfelújítás, összegyűjtöttem rá a rávalót, és ugye ez ugye most készült el nyár elejére, mert elég hosszadalmas manővere volt, ugye nem kell gondolom bemutatni, hogy milyen nehéz megfelelő alkatrészeket keríteni hozzá, és ugye ez volt most a legutolsó, most mégis bejártós a motor, tehát alig van benne 400 km, de úgy néz ki, hogy nagyon jól sikerült, tehát bízok benne, hogy ez így most már kiszolgál engem, mert még remélem, hogy őre szeretném örökbe adni, ugye a családom, mert nem szeretném eladni, nem szándékozom, hogy eladni, nem, azért nekem egy gyerekkori álmom volt ezek a 60-es évekbeli autók, és ugye ezt szerencsés vagyok, mert meg tudtam valósítani, még ugye a családalapítás előtt, mert ugye akkor már ugye ez már egy kicsit nehéz ugye megvalósítani, mert nem egy olcsó dolog azért ez a hobbi. És ha már annyi szó esett az UAZ-ról a tájékozódási verseny folyamán, közelebbről is szemügyre lett véve. Nagyon újszerű UAZ mellett állunk. Tényleg új ez, vagy csak úgy néz ki? Hát egészen pontosan ez... Nincs 100%-ban restaurálva. Ez egy erős felújításon ment keresztül. Nagyon jó alapról indult a felújítás. Az autó maga Székesfehérvárról származik, és ez nem honvédségi állományú gépjármű volt, hanem földhivatali autó volt. Tehát ez úgymond jó kezekben működött, legalábbis ezt csak feltételezni merjük, nem volt nagyon ütve, vágva, széthajtva. Én hivatalosan második tulajdonosa lettem. Az útja egy kicsit kacifántos volt, hullámvölgyes, mert a forgalmi okmánya nem került elő, így aggályokkal vásárolta meg a járművet, de tekintettel arra, hogy nagyon jó állapotban volt, nem volt elkorodálva, nem volt összetörve, szépen tartotta az íveket, a vonalakat, egybe volt, nem volt összefurkálva, így gondoltam, hogy a papírja előbb vagy utóbb meg fog oldódni, és végül is hatósági bizonyítvánnyal tudtam a gépjárművet megvásárolni. Na most ez egy 2 hónap alatt készült el körülbelül, teli fényezést nem kapott,
Javítva volt a két hátsó sárvédője, igazából a két hátsó sárvédője van telibe fújva, a többi része meg hozzá lett polírozva. A motorja nem kapott teljes felújítást, egy alapos tatarozáson ment keresztül a hengerfej, illetve a szívósor, kipufogósor, ilyen kis apró finom hangolásokat végeztünk el a motoron. Mindazonáltal az ülések lettek átkárpitozva, ami úgy lényeges, át lett rajta dolgozva a fékrendszer, az összes gyári csavarja át lett horganyozva. Én úgy gondolom, 80%-os restaurálással azért keresztül ment a jármű. Láttam én az utastérben egy érdekes megoldást, egy villáskulcsot, vagy szigetelő szalagot. Egy bőrebe, hogy mi is ez, vagy hogy ennek a történet? Ez egy ilyen útközbeni tuning volt. Debrecen környékén elégeltem meg azt a problémát, ugyanis az a terepváltónak van két kapcsolókarja, egy terepfokozat kapcsoló, illetve egy direkt és felező hajtás kiválasztó kapcsolókar. Ugyebár a kettő egymással reteszelve van, tehát egymás nélkül nem kapcsolható se a terephajtás, illetve a terephajtás kapcsolható is, de felezni nem lehet a hajtás, csak hogyha hajt az első híd is. Na már most a lényeg az egészben annyi, hogy nincsen megfelelően fixálva, rögzítve a terepváltónak a karja, és így menet közben azt vettem észre, hogy elkezdett előre vándorolni a kar, és kis fogaskerék csilingelést hallottam, és így muszáj voltam a kettőt egymáshoz képest valahogy kiékelni, kihézagolni, és akkor egy szovjet kromvanádium villáskulcssal, meg egy fél tekert szigetelőszalaggal szépen ezt bebandázsoltuk és megoldottuk. Igaz, hogy most nem lehet terepezni vele, illetve lehet csak hátsó hajtással, de úgy is le van róla kötve most a mellső kerékhajtás, és valójában most úgy sem használom a terephajtást. Minden résztvevő legnagyobb bánatára elérkezett az utolsó programpont, vagyis az eredmény hirdetés és díjkiosztó. Természetesen ifjabb Kánya Zoltán vezénylésével zajlott a záró momentum. Elérkeztünk az utolsó naphoz, meg ott is a záró eseményhez. Ismét köszöntök mindenkit, aki még itt tudott maradni. Elég sokan elmentek már reggel, meg így napközben is. Nem akarom húzni a társaságot, a tegnapi nap az eléggé szerintem kivette mindenkinek az energiát. Sajnálom, tehát próbáltam mindent elintézni, a felhőt nem sikerült egyedül oda húzni. Azonban a résztvevőket sikerült a parkolóba húzni, okleveleket és díjazásokat kilátásba helyezve. Először a Boris szerepébe bújó Vajtu Zsolti kapott elismerést a tájékozódási verseny egyéni kategóriájában elért második helyéért. Majd a mindenkit maga mögé utasító Dudás Gábor szolnoki lakos kapta meg az első helyezettet megillető oklevelet és az erre az eseményre készült bort. Kollektív kategóriában nem fogják elhinni, kik szerezték meg az első helyet. Hajnal Gábor és csapata az UAZ-zal. És lám, a Sofi milyen jól érezte, hogy az UAZ brigád valami kimagasló eredményt fog elérni. Illetve gratulálunk Vajtu Zsoltinak, és köszönjük, hogy sofőr szolgáltatását felajánlotta a stáb részére. Idén rendhagyó módon emléklapot is kapott minden résztvevő, amit persze most sem fogunk mindegyesével végignézni. Többek között elismerésben részesült Dombóvári elvtárs a hangtechnika felelőse. Vajtu elvtárs, mint ügyeletes filmsztár. Meleg elvtársa a veterán zsigásoktól, akik jóvoltából újra volt szovjetest, valamint a találkozó németországi résztvevői, Alexander Hübnerék és Zámbó Géza is, aki idén egyetlen lagziban sem tudott részt venni. Persze az összes többi megjelentnek is jár az elismerés, hogy jelenlétükkel emelték a rendezvény fényét. De a legfontosabbat majdnem elfelejtette a szervező. Tudjuk be neki, hogy így a végére már kicsit kimerült. Kalna elvtárs is ide fáradna? Igen. És Kornél elvtárs is, ha onnan ide be tudja ő állítani, szerintem nyugodtan. Most eladhatjátok. Nekik nagyon szeretném megköszönni a négy napos munkájukat. Eddig négy napot végig dolgozták. Ezután jön még nagyon sok munka, mert ugye az egész találkozót elejétől a végéig rögzítették, még ezt a pillanatot is. És
Bálintnak köszönöm, hogy halált megvető bártósággal ült a segéd motorunkon, és száguldozott. BMW. Háttal száguldozott. Azt hittem rosszul ültél. Nem, jó ült, jó ült. Nem csak fordítva volt rajta a ruhát. Kristófnak a szopfim. Tehát Kristófnak a... Kristófnak a szofim, szovjet filmes műhely csapat igazgatóját, aki összetartja a csapatot és szervezi ezeket a dolgokat és vágja majd is földhöz. És Mészáros Kornél a szofim csapatának új tagja, de szerintem oszlopos tagja. Új fiú. Új fiú. Úgy gondolom, hogy ugye a korához... Hagyjuk ezt, jó? A korából adódó... Eddig úgy megkedveltelek, most akkor ne rossz el az dolgot. Korából adódóan... A korából adódóan pátyolgatja és tanítgatja a két... Zöldfülűt. Nagyon jó képzett fiatalember. Azt mondja, hogy jó képzettek a fiatalemberek, de hát... Jó pap holtig tanul. Mindjárt itt fognak van, itt szúr. Ott szúr. Kamera forog, az a lényeg, élesben meg akar halni. Nehogy akarod. Tehát köszönöm még egyszer nekik, nagyon sok munkájuk volt, és nagyon sok munkájuk lesz is ezzel a filmmel. Jó, tehát Kristóf az pikpak összevágja, neki ez nem téma. Egészségetekre, köszönjük szépen még egyszer a részvételt. Még egyszer jó utat mindenkinek! Ezzel véget is ért a harmadik szovjet jármű találkozó és túra. Miközben könnyes búcsút vettek a résztvevők egymástól, ifjabb Kánya Zoltán a rendezvény atya is szólt még pár szót. Ez volt az a találkozó, ami a legtöbb szervezést igényelte. Mikor úgy éreztem már, hogy minden sinem van, akkor jöttek újabb és újabb problémák, amit meg kellett oldanunk. Le volt minden szervezve a szovjet reptéri látogatásunkkal kapcsolatban, amikor kiderült, hogy egy másik társaság is ugyanazon a területen van. Az előzőleg leszervezett dolgokat mindent újra kellett felépítenünk. Ez ugye meg is látszott a tegnapi napon, mert megcsúsztunk rendesen. De azért gondolom az jól esett, hogy most már nem csak belföldön, hanem külföldön is voltak látogatók. Igen, érdekes volt, hogy megjelent Németországból egy zaporozsetsz, aki a saját lábán érkezett ide. A magyarországi Zaporozsetsz klub pártfogoltja volt, és hát ez őket is furcsán érintette, mivel menet közben derült ki, hogy ők erre a találkozóra jöttek le Szolnokra. Jövőre milyen ötleteid vannak, hogy ezt elárulod nekünk, hogy mit főzöl most a kondérban a jövőre? Megmondom őszintén, hogy tavaly már két héttel előtte tudtam az ideit, tehát a tavalyi záró eseményen. Idén még csak körvonalozódgat. Szeretnénk valami fáslégetes területet célba venni, hogy az időjárás ennyire ne befolyásolja. És szeretném megköszönni a találkozó résztvevőinek is, hogy eljöttek. Hölgyeim és uraim, Korpás Gábor voltam, a mielőbbi viszonthallásra. Вот ведь как бывает в жизни подчас, наша встреча караулила нас. Я заметил твой смеющийся взгляд и влюбился как пацан в первый раз. А ты стоишь на берегу в синем платье, пейзажи краше не могу пожелать я. И распахнув свои шальные объятия, ласкает нас морской прибой, бой, бой. А впереди еще три дня и три ночи, и шашлычок под коньячок вкусно очень. И я готов расцеловать город Сочи за то, что свел меня с тобой. У тебя далеко дом и семья, и меня с курорта ждут сыновья. Так что в этой бесшабашной любви между нами получилась ничья. А ты стоишь на берегу в синем платье, пейзажи краше не могу пожелать я. И
распахнув свои шальные объятия, ласкает нас морской прибой, бой, бой. А впереди еще три дня и три ночи, и шашлычок под коньячок вкусно очень. И я готов расцеловать город Сочи за то, что свел меня с тобой. Останемся с тобой навсегда. Нас затянут суетой города. Только изредка всплакнут две души. Как же счастливы. Köszönjük támogatóinknak. А ты стоишь на берегу в синем платье. Пейзажи краше не могу пожелать я. И распахнув свои шальные объятия, ласкает нас морской прибой, бой, бой. А впереди еще три дня и три ночи, и шашлычок под коньячок вкусно очень. И я готов расцеловать город Сочи за то, что свел меня с тобой. И я готов расцеловать город Сочи за то, что свел меня с тобой.